Sziasztok, sziasztok, remélem Gábor, lássuk itt egy új iPhone, egy 7-es sláttal, méghozzá a Plus készléket, mi vagy összehasonlítjuk az OnePlus 3-mal, ami nyáron megjelent júniusban, és nagyon-nagyon meg igazából lepett minket azzal, hogy nagyon jó technikai adatokat adnak igazából relatív olcsáron, 400 euró a baloldali készlék, 64 giga belső tárhelyel, 6 giga RAM-mal, és persze 8 magos Qualcomm processzorral, 820-assal, és itt a jobb oldalt látom, hogy hasonlóan jó készléket, persze csak egy 4 magos készlék, de 3 giga RAM-mal, és ugyanúgy 5,5 incses a kijelző, azért igazából hasonlítom ezt a kettő készléket össze, mert méretre a kijelző mind a kettőnek ugyanolyan nagy, de a OnePlus 3 igazából méretre a készlék önmaga egy kicsivel kisebb, ahogy látjátok, nem olyan magas, és hogyha egymás rárakom, akkor látjuk, hogy vastagságra is eléggé hasonlóak itt a készlékek. Az iPhone egy 10 grammal nehezebb, és hogyha megnézzük oldalról például, akkor látjuk majd a különbségeket, mint hogy persze itt a hangerőszabályzó és egy mute gomb van ezen az oldalon, igazából ugyanolyan, mint az Apple-nél, hogyha pont ugyanazt az oldalt megnézzük. Alulról is hasonlóak a Lightning, vagyis a USB-C típusú USB 2 csatlakozó, ami azt jelenti, hogy bármelyik irányba lehet bedugni USB-n, és mindenkettőnek egy hangszórója van, a másik oldalt itt most már csak egy mikrofon van. Persze még mindig benne, meg további szenzor, már nincs felható csatlakozó, ami még a OnePlus 3-nál benne van, ugyanúgy a mikrofonnal, és ha megnézzük a következő oldalt, itt is ugyanúgy kis bekapcs gomb van és SIM-kártyavasó, egyiket sem lehet bővíteni tárhelyben, de az iPhone-t 32, 128 és 256 GB-val lehet venni, miközben a OnePlus-ot csak 64-re árulják 399 euróért, más méret nincs, de az általában elég is szokott lenni a legtöbb embernek. Ha megnézzük hátul a kettő készléket, persze az Apple iPhone-nál most van egy dual camera plus készlék, ami azt jelenti, hogy tudunk kétszeres zoommal vagy sima felbontása, vagyis milliméter mérettel dolgozni, 28 vagy 56 mm, és van egy 4 kis lámpánk is, meg egy mikrofonunk, itt csak egy sima 16 megapixel kamera van, nem 12, mind a kettő 4K-ban tud videót felvenni, és csak egy lámpánk, igazából ez is elég különben, ugyanúgy gyönyörű fémház, ahogy látjátok, a OnePlus 3-nál a iPhone-hoz képest, hogyha még egyszer lerakom az asztalra, és felemelem őket, még egyszer látjátok, hogy tényleg vastag vagy magasságban van azért némi kis különbség, és széltére is az iPhone egy kicsit szélesebb, mint az ugyanolyan képernyő méretű OnePlus 3. Megfordítom őket, mivel csak egy újat raktam igazából bele, itt a OnePlus 3-nál csak simán ráadhatom az ujjamat, és már is benne vagyunk itt a készlékben. Az iPhone-nál rá kell tartom az ujjamat, és meg is kell nyomni aktívan hozzá a gombot, hogy animálva aztán bejussunk majd a készlékbe. Úgyhogy is mindenket én ugyanazt meg fogom csinálni egy párszor, hogy rárakom az ujjamat, és belemegyünk a szoftverbe. Az iPhone animálja igazából, mind a kettő nagyon gyors, csak persze animálva egy kicsit tovább tart itt az egész akció. Még egyszer majd harmadjára. Persze egyértelműen a OnePlus 3 nyer ilyen szempontban, hogy sebességben itt igazából, hogy milyen gyorsan nyit ki, de hogyha majd mindjárt összehasonlítjuk a kamerákat, még elől 8 megapixel van a OnePlus 3-nak, a jobb oldali iPhone-nak, meg most már 7 megapixel van, full HD-ban tud előfelvenni, és hátul 16 megapixel bal oldalt, 12 lesz jobb oldalt. A széles látószögű kamera a OnePlus 3-nál úgy látszik, hogy jobb úgy olyan szempontból, hogy több fér egyszerűen bele a képbe, meg a színek is teljesen mások igazából, itt a OnePlus-nál látjuk sokkal jobban, hogy a tetején, a plafonon minden látszik az iPhone-nál, meg tényleg csak én látszok benne, alig látszanak a részletek a háttérben. Ha megnézzük röviden a hátsó kamerát, azt látjuk majd, hogy itt a széles látószögű OnePlus-nak, hát igazából ugyanolyan a képe, mint a jobb oldali iPhone-on, de talán még egy kicsit részletesebb, meg amúgy, hogy még talán élesebb lenne, nem olyan, meg igazibb színeket mutat, mint az iPhone, máshogy van kalibrálva, de még elvileg az iPhone talán még kap egy software update-et szent hamarosan, ahol még ez is megváltozik. Persze még egy érdekes dolog talán pár embernek az, hogy AnTuTu-ban milyen eredményet kapott, és igazából azt most úgy fogom csak bemutatni nektek, hogy megmutatom, hogy comparison-ben, hogy az iPhone az 175 ezer pontot, és OnePlus 3 csak 140 ezer, vagy 135 ezer pontot kapott, mivel már ez egy 3-4 hónapos kis készlék, de ugyanúgy mind a kettő nagyon-nagyon gyors, hogyha játszásról van szó, mindenféle más dologról is, kicsit nagyobb az akkumulátorja a OnePlusnak, 3000 mAh-rel 2900 mAh-es aksi ellen az iPhone-nál, úgyhogy igazából ilyen szempontból teljesen
hasonlóak az egyetlen dolog, ahol az iPhone még sokkal jobb, talán mint a OnePlus 3, hogyha vízhatlan telefon kerestek, igen, a OnePlus, vagy az iPhone 7 most már tényleg vízhatlan és IP67 szintes zuhanyban hasonló helyeken is lehet használni, de különben a kettő gyönyörű készlék, egy-két előnye van az egyiknek, egy-két a másiknak, és persze a nagy ár különbség a 400 euró és a 800 euró között az a fő lényege lesz, szerintem, hogy inkább évente egy új 400 eurós telefon vennék, mint ezt, és akkor mindig a legújabb hardware kapom, mint hogy két évente, három évente váltom az iPhone-t, mivel mind a kettőnek nagyon jó a kamerája, minden kettőnek nagyon jó funkciója vannak, és mind a kettő nagyon-nagyon gyors, kis készlék, és egyáltalán nem lehet panaszkodni majd egyiken sem, erről sem, hogy igazából lassú lenne, vagy rossz képeket csinál meg hasonló, úgyhogy én tudti, hogy egy OnePlus-t vennék, de amúgy Android fenn is vagyok, úgyhogy ez is persze nagy különbség. Köszönöm, hogy szeretném, nem Gábor Lázs, ez volt a rövid összehasonlója itt a kettő készléknek. Ne felejtsetek feliratkozni itt a YouTube csatornámra, és sziasztok!